furcsa dolgot árult el az 50 éves korában elhunyt Michael Jacksonról egykori orvosa. Conrad Murray, a pop királyájának egykori orvosa azt állítja, hogy Michael Jackson a halála előtt vizelettartási nehézségekkel küszködött, így minden éjjel óvszert kellett felhúznia, hogy ne nedvesítesz be az ágyát. Miután a felét már letöltötte büntetésének, amit Michael Jackson haláláért, vagyis a gondatlanságból elkövetett emberölés miatt kapott, az orvos 2013-ban egy bizarr interjút adott, amelyben elmondta, ő maga segítette rá az énekesre az óvszert minden este. Szeretnéd tudni, milyen közel álltunk egymáshoz Michellel? Minden éjjel tartottam az ő péniszét, és egy óvszert húztam fel rá, mert Michael vizelete csöpögött. Inkontinenciája volt és nem tudta, hogyan kell felhúzni az óvszert, mondta Conrad Murray, aki azt állítja, az énekes 2009-ben saját magát adagolta túl propofollal.